A bolyi pincepanziók sora folyamatosan bővül. Ezúttal Kelbert Zoltán mert nagyot álmodni, és pályázati források bevonásával kialakított egy vadonatúj vendégházat a Kántorrét melletti kanyarban. 4 apartmannal, 16 vendégágyal, közös étkezővel és 20 méter hosszú látványpincével rendelkezik. Zoltán számára a vendéglátása vagy a vendégfogadás nem új keletű dolog, hiszen ebből van diplomája, mégpedig idegenforgalomból. Minden vállalkozáshoz kell bátorság és elhatározottság. Gyakorlatilag mind a kettő megvolt ezen beruházás kapcsán. Mikortól datálhatjuk az ötletcsírát? Hát az ötletcsíra az már 15 évre nyúlik vissza. Már akkor egyszer próbálkoztunk pályázni egy panzióra, akkor nem sikerült, és akkor 17-ben nyílt egy új lehetőség, amit megpróbáltunk, és akkor nehézségek árán, de azért sikerült megnyerni a projektet. Pályázni kellett, pályázati forrásokra avanzsáltatok, de emellé persze önerőt is kellett biztosítani. Itt azért kellett a matek, ugye, hogy minden összeálljon? Hú, elég komoly matek kellett, és nagyon nagy erőfeszítésekbe került, hogy ez így elkészüljön, de reméljük meghozza majd a gyümölcsét. Jó most már végignézni ezen a pince soron, egymás után jönnek létre a pince panziók, szinte gomba módjára nőnek ki. Egy ilyen kis turisztikai centrum már kezd itt kialakulni, ez bolygón? Én úgy gondolom, hogy ez a, akár a bolyi pince sor, vagy akár csak itt ez a Kántor rétes 6-7-8-10 pince is mutatja, hogy van igény rá, és igenis akár villány nyomdokaiba is léphetne. Sőt, tovább is megyek, szerintem a bolyi pincesor sokkal szebb, nagyobb és nagyobb potenciál van benne, mint a villányi borvidékben. Annyi, hogy annak talán jobb a marketingje, majd nekünk is föl kell nőnünk. Biztos vagyok benne, hogy magához a pályázathoz is le kellett tenni egy koncepciót, egy ilyen hatástanulmányt. Mivel magyaráztátok meg azt, hogy boly is eladható, gyakorlatilag érdemes ide egy ilyen panziót, egy vendégházat építeni? Annak ellenére, hogy bolynak a turisztikai kínálata nem olyan nagy, mint mondjuk Harkányi, Villányi vagy akár Pécsi, egy központi helyen van. Ugye itt az autópálya lehajtó, ami alapból egy plusz jelent, és tényleg nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan elérhető Villány, Siklós, Harkány, Mohács, Pécs, a Mecsek itt van a 20-30 kilométerre, úgyhogy én úgy gondolom ez a központi hely adja a pluszt. Én itt pár perccel ezelőtt beszélgettem egy vendégeddel, Budapestről érkezett, a felesége találta meg ezt a vendégházat az interneten, és azt mondja, hogy erre vágytak, egy kis vidéki csendre, nyugalomra, és erre a csodálatos épületre, amit itt találtak. Maga a koncepció is gyakorlatilag erre hajazott. Igen, igyekeztünk ugye a mi stílusunkat belevinni a panzióba, ez a provenci, ez a régi bútor, ez a kifinomult stílus, ami úgy néz ki, hogy bejön az embereknek. Nagyon sokan így az elmúlt egy hónap tapasztalati alapján is elmondhatom, hogy azért jöttek ide, mert bejött ez nekik, tetszett nekik. És ez annak ellenére, hogy Pécsre vagy Harkányba mentek, itt szálltak meg, és akkor innen indultak az útjukra. Az egész család így bevonódik, mindenki nagy örömére. Igazából szeretettel próbáljuk fogadni a vendégeket, meg mindent így közösen megoldani, úgyhogy szerintem teljesen jól működhet ez így együtt. Szerencsére nagyon sok pozitív visszajelzés volt, és mondták tényleg, hogyha így családiasan akarjuk csinálni, és ez így működik, ahogy elkezdtük, akkor nagyon örülnek neki, és sőt, visszajáró vendégeink is lesznek, mert már rengetegen jelezték, hogy nagyon tetszik ez a vonal. Remélik, hogy bírni is fogjuk, és tényleg ez így nagyon örömteli dolog, hogy akkor így ennyire jól veszik. Mindenki érdeklődik, hogy a környéken hova lehet elmenni, milyen strandolási lehetőségek vannak, mit lehet megnézni, szívesen beszélgetnek, leülnek velünk egy kávéra, vagy akár borozgatnak. Próbáltuk azt csinálni, mivel családosak vagyunk, és ugye 3 gyereket nevelünk, hogy vonzó legyen a családok számára, és csináltunk egy kis gyerekkockót, úgyhogy igazából, hogyha véletlen úgy alakul, hogy nem tudom a gyerekeket mondjuk a nagyira hagyni, akkor jönnek velem, játszanak, akár segítenek a reggeliztetésben. Alig várják, hogy találkozzanak a vendégeknek a gyerekeikkel, és akkor ők is játszhassanak, sőt már este kérdezik is, hogy nem jönnek, de hát azért megbeszéltük, hogy ők nyaralni jönnek.
nem hogy velünk játszanak, de nagyon jól működik. Mondhatjuk-e, hogy egy kicsit ez lesz majd a második otthonotok, hogyha teltház lesz, kivált ki folyamatosan? Szerintem már most mondhatjuk, hogy ez a második otthonunká vált, tényleg főleg így, hogy beindultunk. Most így azért így elmondhatjuk, hogy július az egész jól beindult, meg működik, meg egyre többen jönnek, meg az augusztus is úgy néz ki, hogy lassan betelik, úgyhogy ez így elmondható, igen. Két épületből áll a vendégház. Az első épületben, hogyha alul bemegyünk, akkor egy ilyen 50-60 fő fogadására alkalmas vendégtér található, mellékhelységekkel, teljesen felszerelt melegkonyhával és egy nagyon hangulatos borospincével. Az első emeleten két apartman található, egy 4 fős és egy 6 fős, és a hátsó épületben meg a földszinten két apartman található meg. Annyit kell tudni az apartmanokról, hogy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek, sütő, főző, a mikró, kávé, főző, szóval minden igényt kielégítenek, és vannak ugye távlati terveink is. Az épület mögött ugye most már készül a játszótér, egy kemencét szeretnénk, sütögetőt, elkészült már a kültős kalács sütőnk, és hosszú távú terveink között azért szeretnénk egy kis wellness részleget is hozzácsatolni az épp a kerthez. A visszacsatolás alapján az ország mely tájékáról érdeklődnek? Hát ez vegyes a kép? Nagyon vegyes a kép, mert az elmúlt egy hónap alatt is az ország minden tájáról voltak vendégünk. Volt Debrecenből, Martfűből, Veszprémből, Sopronból, Szombathelyről. Szóval el lehet mondani, hogy igazából nincs határ. Vannak külföldi vendégeink is, úgyhogy végül is határa csillagos ég, ha így nézzük. Hogy érzed így előre tekintve, egy kicsit idény jellegű lesz a vendégház kihasználtsága, hogy akár egész évben jöhetnek hozzátok a vendégek? Én úgy gondolom, hogy hogy a nyári szünet, az iskolai szünetek, az ünnepek, azok mindenképpen magasabb kihasználtsággal fog működni a vendégház, de szeretnénk a hétköznapokat is megtölteni, különböző céges tréningekkel, meetingekkel. Úgy tudom, hogy egy kicsit így a vendéglátás fele is nyitok, ha minden igaz, akkor elsősorban hétvégeken, de hogyha bejön a történet, akkor ez lehet egy nagyobb, tágabb paletta is. Igen, elindulunk most hétvégén, pénteken egy babgulyással várjuk a vendégeket, délután 4 és 10 óra között, péntek, szombat, vasárnap nyitva leszünk, és hogyha tényleg van igény rá is, látjuk, hogy tényleg jönnek a vendégek, akkor lehet kibővítjük a hétköznapokra is. Nem tudok, hogy te tanultad a vendéglátást, az idegenforgalmat. Persze ez egy olyan tudomány, amely folyamatosan fejlődik, folyamatosan megújul, és hát plusz még itt volt nekünk ez a pandémia is, tehát újra kell gondolni szinte mindent. Nehéz dolog ez, így szépen összerakni ezt a pázlit? Hát igazad van, folyamatosan változik itt a pandémia alatt minden. Tudni kell alkalmazkodni. Ugye a pandémia alatt is működött a turizmus, hogyha nem is a hagyományos értelembe vett turizmus, de az üzleti turizmus mindenképpen. És főleg a hétköznapok terén szeretnénk majd az irányba kicsit elmenni. Nagyon jó kapcsolat alakult ki itt a már meglévő vendégházakkal. Segítjük egymást, hogyha nála nincs szabad szoba, akkor küldi tovább egyel, és egy kis segítitek egymást. Kölcsönös a segítségnyújtás, így van. Előfordulhat olyan szituáció, hogy mindenhol telt ház van itt a soron, gondolok mondjuk egy mohácsi busójárásra, vagy egy villányi fesztiválra, legyen az a rozé, vagy a vörösbor fesztivál, azért telíti ilyenkor a térséget idegenforgalmilag. Én úgy gondolom, hogy igen, és sőt itt nyáron szerintem az összes vendégház, ha nem is hétköznap, de hétvégén biztos, hogy telített.